Értékgyűjtő és értékteremtő munka. Ezzel jellemzi a Megyei Értéktár Bizottság feladatait Baracsi Endre alelnök. A listára több típusú érték is kerülhet, az épített és természeti környezettől kezdve, a kulturális örökségen át, az egészséges életmódig. Javaslatot bárki tehet, az értéktár honlapján a letölthető dokumentumok között van egy javaslattételi nyomtatvány, ezt kell elküldeni néhány melléklettel kiegészítve a bizottság számára, e-mailben vagy postai úton. A javaslatok minden esetben a bizottság elé kerülnek. Elmúlt évben két alkalommal ülésezett a bizottság, és olyan értékek kerültek be természetesen a teljesség igénye nélkül, mint a Beregdaróci Betlehemes, a Baktalórádházi erdő, aztán amellett a Milotai Dió, a Mária Pócsi kegyhely, vagy hogyha például turisztikai attrakciót akarunk említeni, akkor mindenképpen a Tuséli Pálinka manufaktúrát és az ott végzendő turisztikai munkát, azt mindenképpen kiemelném, szintén az értéktár részévé vált az elmúlt évben, illetve azért még mindenképpen szeretném megemlíteni a Mandala Dalszínháznak a tevékenységét, amely úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét hosszú-hosszú évek, sőt évtizedek óta szövi körbe, és valóban olyan munkát végeznek, amelyre büszkének kell lennünk. A hétfős bizottság üléseinek gyakorisága mindig attól függ, hogy mennyi javaslat érkezik be hozzájuk. Előző évben 18, de korábban sokkal több értékjavaslat érkezett, és úgy remélik, a 2020-as évben is aktívabb lesz a megye lakossága. A bizottságban egyébként olyan tagok dolgoznak, akik saját területükön valamilyen maradandót alkottak. Az elnök Karaova Magdolna, és többek között Lenti István és Bene János is tagja a bizottságnak. Jelenleg 124 érték szerepel a megyei listán, de Baracsi Endre szerint soha nem lesz teljes a felsorolás, mivel a jelenben is születnek folyamatosan olyan kiemelkedő teljesítmények, amelyeknek helyük van az értéktárban. A korábbi években a többi megyéhez hasonlítva valamennyivel kevesebb érték szerepelt a szabolcsi listán, az elmúlt időszakban viszont ez teljesen megváltozott. Ez úgy változott meg, hogy most már a dobogón vagyunk, és hát szeretnénk, valóban nem verseny, de biztos vagyok benne, hogy az a munka, illetve az a lendület, amelyet mi itt igyekszünk ebbe az érték gyűjtésbe belevinni, ez mindenképpen számokban is természetesen eredményeket fog felmutatni. És ráadásul azért, mert itt a megyében tényleg rengeteg olyan érték van, amelynek még helyet kell szorítanunk ebbe az értéktárban. Ezért is gondolom azt, hogy a későbbiekben is büszkék tudunk lenni majd arra, hogyha majd a megyék virtuális rangsorára ránézünk, amelyet egyébként még egyszer szeretnék kihangsúlyozni, de természetesen egyik megye sem úgy végzi az értékgyűjtő munkáját, hogy a másikat szeretné legyőzni, de azért ettől függetlenül büszkék vagyunk arra, amikor azt látjuk, illetve olyan visszajelzéseket kapunk, amelyek pontosan azt mondják, hogy nagyon elégedettek azzal a munkával, amit végzünk, nagyon tetszik nekik, amit csinálunk, és hát örülnek annak, hogyha egy-egy olyan érték, amely adott közösség szempontjából fontos, a megyei értéktárban is helyet kap, és hát hogyha ennek kifelé is van eredménye, illetve látszata, akkor mi ennek nagyon örülünk. Konkrét Szabolcs megyei érték eddig még nem került be a hungarikumok listájára, de a magyar nemzeti értékek között sok helyi érték szerepel. Ilyen például az eredetvédett pálinkák. A közeljövőben remélhetőleg a beregi keresztszemes is bekerül ebbe a listába. Ezt a javaslatot maga a bizottság nyújtotta be. Az értéktár bizottság a fiatalokat is próbálja megszólítani. Az iskolások számára például tematikus vetélkedőket is szerveznek megyei és országos szinten is. A diákok javasoltak is már korábban értékeket. Ilyen volt például a beregi kecskesajt, amely Tiszaadonyban készül és már a megyei listán is szerepel.